Ez a nap is úgy fáraszt, néha ennyi elég, de néha azt is érzem, hogy más vagy. Van úgy is, hogy csak úgy heverésznék. A sátrakból az emberek mind kibújnak, de korai még ez a délelőtt. Kezem majd kezedbe ejtem egy útra, most kell fognod, pörgessük fel az időt. Ahogy leszáll majd az este, ugye jobb lesz. Ahogy leszáll majd az este, ugye jobb lesz. Ahogy leszáll majd az este, ugye jobb lesz, ugye jobb lesz. Tombol az agyban a sejt, a kezemben lüktet az ér is, lüktetek én is. Valahogy majd holnap reggel, valahogy majd összerakom magam. A sötétben táncot járok, kicsit így, kicsit úgy, ez rendben van. Engedd el, hadd szóljon, az egész környék oldódjon. Csokban az évben mindenki ugyanúgy. Repülünk halkan, zene szól a szélben, ismerős vagy ismeretlenül. Közeledsz lassan, én az arcod nézem, te meg engem nézel rezdületlenül. Ahogy leszáll majd az este, ugye jobb lesz. Ahogy leszáll majd az este, ugye jobb lesz. Ahogy leszáll majd az este, ugye jobb lesz, ugye jobb lesz. Tombol az agyban a sejt, a kezemben lüktet az ér is, lüktetek én is. Magosi Norbi és Tatár Attila a vendégeim, sziasztok! Hát ugye nem ez volt az első együttműködésetek a szimfonikus zenekarral, akikkel együttműködtetek. Egy kicsit meséljetek arról, hogy honnan jött az ötlet, hogy ezt lemezformában is megörökítsétek a közös munkát. Alapvetően nagyon rég tartottunk már sima akusztik koncerteket, és már akkor az volt a koncepció, hogy másképp szólaljanak meg, más mondani valójuk legyen. Ezt bővítettük ki legelőször 2 évvel ezelőtt a Műpában talán, azt hiszem, és aztán a Heuréka Pop Orchestra keresett meg bennünket, hogy egy közreműködéssel, és nagyon szívesen fogadtuk, és próbáltuk minél színesebbé varázsolni a dalainkat azóta is. Na, hogyan zajlottak a munkálatok? Milyen volt a munkafolyamat? Szóval ki mennyire nyúlt bele a dalokba, mondjuk a részletekről és az ő részükről? Volt már egy alapanyag, a már említett műpás koncertnek egy részében már használtunk vonós, illetve fúvós szekciót nagyon kicsi miniatűr verzióba, és volt egy nagyon jó massza, volt néhány dal, ami nagyon jól működött, és azt mindenképp szerettük volna, hogyha megmarad, illetve Filip György karmester volt, aki hangszerelte az egészet, és gyakorlatilag rábíztuk, hogy amit csak elképzel és úgy gondolja, hogy működne, azt csinálja meg, és lényegében ő készítette el a szimfonikus változatot, szimfonikus kíséretet a dalokhoz. Rábíztátok, de meg is voltatok aztán elégedve az eredménnyel? Hogyan tetszett? Persze, természetesen, és mi is odafigyeltünk egész végig, amikor alakítgatta a dalokat, hogy igenis mi merre alakul, aztán próbáltunk közösen, és szerintünk nagyon szuperül sikerült, és tényleg ezek a dalok, amikor úgy szoktam mondani, hogy Sanyiból lesz Sándor, a harmonikásból lesz Hegedűs, tehát tényleg egy picit más értelmet nyert, talán felnőttebbé válnak a dalok, akár így is mondhatjuk. Most az elmúlt hetek, hónapok mennyire befolyásolták a lemez megjelenését, vagy a munkálatokat? Igazából a lemez megjelenésének szempontjából ez egy, akármennyire hülyén is hangzik, ez egy szerencsés időszak volt, hiszen volt idő arra, hogy újra keverjük, újra gondoljuk a lemeznek a struktúráját, és dolgozzunk még olyan részleteken, amelyeket esetleg érdemes volt hozzátenni ahhoz, hogy ez tényleg egy kerek, szép lemez legyen. Úgyhogy igazából a lemez szempontjából pozitív volt. Még jól is jött ilyen szempontból. Viszont a dalokat hogyan válogattátok? Tehát a legismertebb slágerek kerültek rá, vagy pedig voltak olyanok, amik mondjuk meghökkentőek lesznek majd a közönség számára, mert hogy mondjuk nem gondolta volna, hogy egy ilyen formában is meg tud szólalni.
Inkább szerintünk ez volt a szempont talán, hogy, hogy igenis másképp szólaljanak meg azok a dalok, és nem is szerettük volna az egészet feltenni. Nagyon hosszú, nem tudom, szinte két órás koncertek voltak ezek, és ez ilyen egészséges szám szerintem egy lemezen, ahogy most az itt szólal végig, és össze is van kötve elejétől a végig ilyen átmenetekkel. Most egy picit evezzünk más vizekre, mert ugye augusztusban lesz majd Zamárdiban a Strandfesztiválon a Petőfi zenei díjátadó, és hát ugye jelölve vagytok több kategóriában is. Tavaly az év akusztikus koncertje lettetek. Milyen volt, egy kicsit most beszéljünk a tavalyról, vagy milyen úgy általában a Petőfi zenei díjon részt venni, vagy jelöltnek lenni, hogy érzitek? Nagyon pozitív élményekkel tértünk haza minden egyes ilyen Petőfi zenei díjátadóról. Főleg mivel tavaly nyertetek. És hajnalig tartott mindig, és emlékezetes marad minden egyes évre, reméljük, hogy az ide is ugyanígy sikerül. És hát nagyon hálásak vagyunk a jelölésnek, hogy mondani szoktuk, tényleg teljes szívből úgy gondoljuk, hogy a jelölés az, ami fontos, és az, ami örömmel tölti el a lelkünket, és pluszban, hogyha haza is tudunk vinni egy díjat, az csak haba tortán, amit szintén nagyon nagy szeretettel fogadunk el. Ugye jelölve vagytok az év zenekara kategóriában, ugye van videoklip kategória is, illetve az év férfi előadója kategóriában is. Esetleg számítottok arra, hogy mondjuk olyan tarolás lesz, mint 2017-ben a Halott pénz, akik szinte minden díjat majdnem elvittek? Szerintem jobban nem gondolkodunk ilyeneken, hogy legyen, aminek lennie kell. Viszont az nem titok, hogy ott a díjátadón ti is fel fogtok majd lépni. Erre hogyan készültek? Úgy szoktuk mondani ezt is, hogy ez egy kiemelt koncert lesz. Azt hiszem, hogy életünkben nem adtunk ilyen hosszú koncertet, mint amit ott majd hallani fog a közönség. Nem árulnék el sokat, lesznek meglepetés dalok, amiket ritkán játszunk, lesznek meglepetés vendégek, és még szeretnénk egy-két nagy extrával készülni, de ezek tényleg olyanok, hogy ne azért jöjjenek el az emberek, mert tudják, hogy extrát fognak kapni, mert jönnek el, és ott majd meglátják, hogy milyen szuper buli lesz. Legyen így, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy meséltetek az új lemezről is. Köszönöm szépen. Köszi.